Schön, Heister megy, Heister tempó előnyben, rossz a beadás, de szöglet, 11-es. Mert itt Heister már beadja a labdát, és utána érkezik Szabó és megrúgja. A beadáson már sem rontani, sem javítani nem tudott ez a becsúszás, így viszont büntetőrugás. És alig ha tévedek, ha azt mondom, ha Kodró ezt belövi, akkor megnyeri a mérkőzést a Fehérvár. A 90. perc, Karakó tisztázza a főbb szabályokat Dúzzsal. Kodró kilépi. Dúzs ugrál a gólvonalon, azt lehet. Na nézzük. Most a sípszó, most a lövés, és ott a gól. Kodró belövi, eldobja aztán a mezét. Ezzel valószínűleg kap egy sárga lapot, de a Fehérvár meg megnyeri a mérkőzést, és ebből az örömből lehet látni, hogy ez mit jelent most a székesfehérvári csapatnak. Látszólag egy egyszerű 11-es, amit egyszerűen be kell lőni. Kodró a 10. gólját szerzi a szezonban. Hatalmas erővel Dús hiába érzi a sarkot. Ezzel a meccs érdemi részének vége.